Hát sziasztok everybody, itt Kaktusz és itt a Let's Play-nek a 19. része lesz. A mai részben automatikus állatfarmokat fogunk csinálni. Mármint ugyanibár nem ilyen teljesen automatikusokat, hanem ilyen ipari farmokat. De mielőtt elkezdeném, csinálok egy újabb csákányom, már meg vagyok 31-es szintű. És ez azért van, mert elmentem vasat bányászni. Rengeteget bányáztam, volt vagy 4 stack vasam. És ebből már is egy csomót elhasználtam, hogy be tudjam fejezni a farmomat. Na de mindegy, craftoljuk meg a csákány, csak 2 darabot fog hozzá kelni. Így, lazurit van, majdnem megint elfelejtettem. 3 lazurit. És akkor menjünk is. Különben elég közel van ez az enchanting table ahhoz, hogy itt soha ne vágjak, amikor eljövök ide. Efficiency 3 ismét, és... Haj, ezt nem viszem el! Ha megint egy ilyen szarcsákány kaptam, mindegy. Jó lesz ez, mert ezt most úgy is el fogom törni. Vagy nem töröm el, lehet nem töröm el, csak nagyon le fogom koptatni. És az a más, hogy most nem fog kelleni sok fa, szóval lehet nem kell elmennem fát vágni, de lehet, hogy el kell. De nem szeretnék. Viszont... Téglámból abból sok fog kelleni, és abból meg nincsen. Szóval inkább sütök itt még. Ja, igen, egy kis aranyat is találtam. Nyilván elmentem mányászni, akkor találok mást is. De ezt csak egy kicsi. És szén az nincs elég a sütőkben. Rakok most gyorsan 16-os csomagokat mindegyikbe. És itt talán elég lesz. Jó, akkor ide jöhet 8 darab, és... Csirkehús. Igen. Amúgy az XP farmom az még mindig csak gyűjtögetem bele a csirkéket, de jól fog működni, szerintem. És hát ja, akkor most előkészítek előbb mindent, ami szükséges lesz majd oda. Szóval nagyjából minden megvan, ami kell, és ma amúgy egy malac és egy birka farmot fogunk csinálni. Ugyanúgy fog kinézni amúgy ez a 2 farm, mint ez, de olyan szinte, hogy teljesen ugyanúgy fog kinézni. Szóval nem igazán fogok magyarázni, inkább csak gyorsítva felveszem. És hát nem tudom, hogy lesz-e még arra időm, hogy csináljak még egy nyúl farmot is, mert az sokkal bonyolultabb, mint ez a 2. Na de mindegy, kezdjük el inkább kiásni itten a dolgokat. Na meg is vagyok így a kiásással, és lehet, hogy nem lesz 2 farmnak ekkora hely elég, de nem tudom, majd meglátjuk, és akkor kezdjük is el itten a restónos dolgokat. Chestet nem hoztam. Chestet nagyon-nagyon nem hoztam. Sőt, még hoppereket se. Jézusom, de elfejtettem ezeket. Viszont a valószínűleg fát is kell vágni. Ajj. Na megvan minden, ami kell, és rájöttem, hogy még üveget is elfelejtettem hozni, de azóta már hoztam. És... kell ez. És hát ja, az a baj, hogy lehet, hogy ez egy unalmasabb rész lesz, mivel ezt fogom újra megcsinálni gyorsítva, de... sőt, kétszer. De szerintem ez túl sok dolog lenne, hogyha videón kívül akarnám megcsinálni, szóval most hát sajnos lesz egy ilyen unalmasabb rész. Nem tudok mit csinálni, ez van. Na hát én ezt úgy látom, hogy szerintem ez pont ki fog férni ide. Viszont rájöttem, hogy itt ezt egyel arrébb kellett volna csinálni, de most már tök mindegy. Most már nem fogom arrébb rakni. Jó lesz ez így. És hát jó, létrát elfejtettem például hozni, meg csapóajtót is. Meg több kar kéne mondjuk. Na mindegy, folytatom.
Na szóval ez a kettő másik farm most már tökéletesen működik, csak nincsenek benne állatok, szóval az lesz a következő, hogy állatokat fogunk bele szépen csalogatni. Na, meg is vannak töltve, igaz, hogy még a kis, az egyik malac az még kicsi, de nem baj, majd megnőnek, és amúgy a tehenek már egészen sokan vannak, már vagy hatan vannak, annyit szaporítottam őket. Szóval jól állunk, és hát akkor ja, ennyit is csináltunk így építkezésileg ebben a részben. Sajnálom, hogy ilyen sok gyorsítás volt, de hát most nem tudok mit csinálni, ezt nem akartam olyan videón kívülre hagyni, mert ez elég sok idő lehet akár. És hát látjátok, hogy mennyire laggolok. Ez azért van, mert már itt rengeteg csirke van. Jézusom. Jézusom. Szóval akkor most jött el az ideje annak, hogy én ennek a nagy részét leöljem. Csak ahhoz szükségem lesz egy kardra, mert nincs kardom. És szerintem meg is leszünk akkor 30-as szintűek, ami ahhoz fog vezetni, hogy enchantolunk egyet. És én úgy terveztem, hogy egy ásót fogok enchantolni, mert most is láthatjátok, hogy mindjárt eltörik. Mindig eltörik. Mert nem tudom, keveset bírnak az ásók, szóval jó lenne, hogyha unbreakinget kapnék, de igazából most se valami nagy baj, hogyha nem kapok azt. Bár mondjuk nagyon jó lenne. Mondjuk efficiency az mindenféleképpen kéne rá, mert akkor úgy darálom a blokkokat, vagy nem. Nem tudom elmondani. De vagy unbreaking, vagy efficiency legyen rajta, az a lényeg. És szerintem valamelyik biztosan lesz. Na, akkor nézzük csak, hogy... Jézusom. Na jó, inkább előbb szaporítok. Csak utána kezdek előlni, mert itt van rengeteg maga, ami rengeteg XP-t is adhat akár nekem. Nincsen itt létre az a probléma. Azt a rohadt, hogy néz ki te! Ez baromi jó. Akkor lopok innen egy létrát, amit majd visszarakok, de ezt csak ideglenesen idehozom. Legyen itt nekem. Mindegy, most már beestem. És akkor itt most shiftelve kell etetnem a csirkéket, mert máskülönben belekatintok a hopperbe. Ops, látjátok? Na, úristen, mennyi csirke! Szerintem már csak az etetésből meg leszünk 30-asak, ahogy nézem. Jó, hát nem a legeffektívebb ez a farm, de nem rossz. Azért valljuk be. Igen, és csak 30 FPS-en van. Mint ahogy láthatjátok. Hát ez nem a legjobb, de azért elmegy. És hát ezzel a Fortune 3-as csákányos módszerre rengeteg magot is kapok a leszedésekből, szóval nem lesz ezzel baj, hogy ide mag kell, és wow, mennyit kapok, figyeljétek. Már 30-as szintes meg is vagyok. Ez jó, azért effektív ez a farm, csak eléggé érdekes. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha csak le kéne ütögetni a szörnyeket, tudom. De én olyan farmot egyszerűen nem tudok csinálni. Mondjuk majd egyszerűen meg fogom próbálni a normális zombis farmot is. De majd meglátjuk. Lehet, hogy csak jóval később lesz. Amikor majd nem tudom majd, hogy mit kell csinálnom. De még ez a világ, ez még lehet, hogy nem annak látszik, de ez egy egészen kezdő világ. Még rengeteg minden dologot kéne ebbe csinálnom. Mint például netherileg, endileg még sehol sem tartunk, és oda is kéne majd még mindenféle farmot csinálni. Endportálunk még nincs is. Az az érdekes. Még ezt a 30 magot megpróbálom eletetni. De az a baj, mert annyit etettem, hogy szerintem már ez nem lesz mit és kit. És már 31-es szintű vagyok.
Jézus Isten. Rengeteg csirke van itt. 30 FPS-en van, pedig 120 is lehetne simán. Mindig 60 van, mert videóra leállítom 60-ra, mert hogyha 60 FPS-re állítom a videót, akkor nektek sokkal lagmentesebbnek tűnik, mint hogyha 120-ra. Szóval, hogyha 120-ra állítom, akkor 30 FPS-sel veszem a videót, viszont hogyha 60-ra, akkor 60 FPS-sel. Szóval így nektek sokkal jobb minőséget tudok biztosítani. Még ezt az 5 magot, nem érdekel, hogy növesztek vele, csak egye meg valamelyik. Na, és akkor... Úristen, Jézusom! Most jön a durva része. Akkor ketté választódnak a csirkék. Azt a rohadt, nem is bírnak ketté választódni, annyi van. Na jó, van, én most ide jövök és szépen ölöm őket. Úristen. Jézusom. Azt a rohadt. 34-es szintű lettem. Azért elég effektív ez a csirkés XP farm is. És rájöttem, hogy egy hülyeséget csináltam, hogy odaraktam hoppert. Az azért nagy hülyeség, mert irásik minden toll, meg csirke, meg minden ilyen szívszar. Szóval ezt már nagyon nem tudom megcsinálni, kéve egyetlen egy módszerrel. Hogy először igazából nem is oda fognak esni a csirkék, ahova én azt akarom, hanem összeszedi itt egy ilyen kis dolog a tollakat, és akkor úgy lesznek. Csak nem bírok ide beugrani. Ezt nem így terveztem. Mindegy, nem baj. És akkor ide rakok egy ládát, és ide rakok egy hoppert, és akkor összeszed mindent, ami odaesik, és nem fog itten össze-vissza menni. Hát nem a legszebb megoldás. De úgy kellett volna, hogy azt a hoppert, amin a legtöbb csirke áll, azt szépen fogni és kitörni, mert így akkor nem lett volna ez a láncreakció, és helyére egy másik hoppert rakni, ami egy chestbe megy, és akkor így összegyűjt mindent, és úgy tök jó lenne. Na mindegy, visszatért az FPS-en, mert már nincs annyi csirke, és effektív is ez a farm. És még egyszer elmondom, hogy sajnálom, hogy ilyen unalmas lett ez a rész, mert sok gyorsítás volt benne, meg ilyenek, amiket már láthatatok, szóval lehet, hogy ez nem fog nektek annyira tetszeni. Viszont még egy dolog van az, hogy működik a gombafarm igazából. De láthatjátok, egészen sok gombát már termelt ide nekem. Csak, hogy nem jó. Mert nem... Szóval, hogy... Na, azt a barna gombát például nem kaptam meg. Ez azért van, mert a víz nem mossa ki nekünk megfelelően. És ezt meg kell változtatnunk. Még nem tudom, hogy hogyan tudom ezt majd orvosolni, de nagyon szeretném, mert ez így nem állapot, hogy ez itt nem mosódik ide. Bár lehet, hogy tudom, item frame nem törik ki, amikor kiszedem mögül a blokkot, az érdekes. Na mindegy, akkor ide kellene szerintem kőflasher plétek, és akkor lehet, hogy mindent megkapok, vagy így. Csak az armor szendet már kitöröm innen. Csak hogy nem tudom, mert tele van az inventorim. Kaját nem rakom le. Gombákat sem. Ezt kézzel tudom csak levenni, nem? Igen. Leveszek róla minden páncélt. És kitöröm szépen. Ezt úgy kell kitörni, mint a Minecraftot. Az érdekes. Így talán... Így talán megkapok mindent, szerintem. És szerintem nincs bent olyan sötét, hogy ne teremjen gomba, szóval hát majd meglátjuk. Remélem így is működni fog ez a farm, és így is megkapok majd mindent. Aha, arról beszéltem. Viszont így ez azért nem olyan rossz, mert itt ott maradnak fent a pici csirkék, és a nagyobbak pedig majd leesnek, mert azok megnőnek, és nem fognak besztekelődni abba az izébe. És így lehet, hogy ez így jobban fog működni, nem tudom. Még eléggé prototípus ez a csirke XP farm, még nem vagyok teljesen biztos, hogy ez most jó-e vagy sem. Amúgy a tojás farm, hát az... Ez nem tudok mit tenni. Ott lebegnek a tojások, amiket nem bír felszedni, mert annyi van. Mindegy, van ilyen.
Most is nem tudom, nem tudok ezzel mit csinálni. És hát jó, szerintem ennyi elég is erre a részre. Tudom, ez egy rosszabb videó lett, de van ilyen, most nem tudok csak jó videókat csinálni, néha becsúsznak egy-egy rosszabb, unalmasabb videók, de ezt egyszerűen nem tudtam volna megcsinálni videón kívül, hanem meg tudtam volna, csak nem akartam, mert azért ez nem volt annyira unalmas, hogy ne csinálja meg videón kívül. És hát jó, ilyen részekre számítottok. Ha negatív kommentet írtok, vagy diszlájkoljátok, azt tökre megértem. Na de mindegy, ez a videó ennyi lenne. Ha tetszett, nyomd rá egy lájkot, és hogyha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljad. És hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!